A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, boldog új évet a kultúra barátainak, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit a 2024-es esztendő első kedjén, január 2-án 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy Vörösmarty Színház premierrel, egy emlékes történéseivel és két fotókiállításról készült beszámolóval várom önöket. Tartsanak velünk! A Vörösmarty Színház Bagó Bertalan rendezésében mutatja be a Király beszéde című drámát. A darabban Gáspár Sándor és Kovács Tamás főszereplésével idézik meg York hercege, 6. György trónra kerülésének különleges történetét. Uraim, hölgyeim, tisztelt hallgatóság, önök, bizonyára azt várták, ugye, porondon a Velszi herceg állam majd önök előtt. A keserédes dráma Bagó Bertalan rendezésében egy rendhagyó barátság történetét tárja elénk, mint egy megerősítve a tolerancia és a blokkok feloldásának fontosságát. A nyitó jelenetben 6. György Wembley-ben tartott beszédének lehetünk szemtanúi. A Kovács Tamás által megformált dadogó királyi sarj arcán őszinte gyötrelem ül, mielőtt fellép a pódiumra. Tudja, hogy nincs esélye, hogy egy összeszedett beszédet mondjon nemzetének. Ami nagyon fontos számomra, hogy két társadalmi réteg találkozása. Elképzelhetetlen volt ez mondjuk a 19. században. És a 21. században valahogy benne van a levegőben. Megváltoznak azok a hatalmi pozíciók, amik korábban voltak. Ugye az első világháború után vagyunk, kialakul a szovjet birodalom. Sztálin, ott van Hitler, és bennem az egész Európában, hogy leváltják, hogy elzavarják a királyokat. Ne legyen ez. És tulajdonképpen mégis van egy erőteljes angol hierarchia, ami szerint mégiscsak próbálják továbbvinni ezt az alkotmányos monarchiát. És tényleg olyan ez a darab, mint hogy ezt kitaláltak volna Hollywoodban, holott ez igaz történet, hogy van egy király, akinek a bátyja a mezalliansz követte el, és elvesz egy amerikai, többszörösen elvált nőt, és le kell mondani a trón. Ilyen még sose volt előtte. És egy szerencsétlen, aki árnyékban lévő trónörökös jelölt, az, aki dadog és több handicappel bír, mert gyomra fáj, minden baja van, hogy ő kerül az első vonalba. Hát őnek meg kell felelni a király magatartás formájának. És az élet úgy hozta, hogy egy ausztrál sikertelen színész, aki beszédtanárnak adja ki magát, keveredik a király közelébe, hogy megtanítsa őt beszélni. És ez a szép az egész történetben, mert mivel nem arról szól a dolog, hogy egy jó logopédus kerül a király közelébe. Nem arról szól, hanem arról, hogy a lélektanról, arról, hogy hogyan lehet leszedni azokat a frusztrációkat, azokat a többi begyöpösödött gondolkodási mechanizmust. És ennek a legalkalmasabb embere ez a beszédtanár, aki jön tulajdonképpen Ausztráliából, aki mindenféle konvencióktól mentes. És ez többről is szól, mint arról, hogy valaki megtanítja a másikat, hanem arról szól, hogy a két társadalmi réteg hogy tud találkozni, és a 20. század elején hogyan hatolunk előre. És hát abban van remény, ha lehet ilyet mondani, hogy ez nem, hogy szétvál ez a két réteg, hanem közös lesz, együvé lesz, akkor tud valamit tenni a világért. Doktor Ló. Lionel. Én a doktor megszólítást jobban kedvelem. Én meg a Lionelt. A családtagjaim olyan ritkán hívhatnak így. És én magát hogy szólíthatom? Királyi fenség. Na ne! Uram, a következő lehetőség. Így már lazább egy kicsit. Albert, Frigyes Artúr, György herceg, rengeteg név közül választhat. Mit szól a Bertiehez?
Soha ilyen személyes képet nem rajzoltak még a monarchiáról annak legmélyebb válsága idején, egy ausztrál közember szemszögéből nézve, aki büszke volt rá, hogy szolgálhatja és megmentheti királyát. Lionel Lodge és 6. György nem mindennapi kapcsolatának izgalmas történetét, vagyis azt, hogyan mentette meg egy ember a brit monarchiát, Lodge unokája írta meg nagyapja naplójegyzetei és archív dokumentumok alapján. Hihetetlen nagy dolog egy ilyen nagyon nehéz színdarabban, egy nagyon nehéz párosban, úgy általában jónak lenni. Nagyon meg kell küzdeni azért, hogy az ember jó legyen. De nekem az a kivételes boldogság adatik meg most, hogy egy ilyen nagyon fiatal kollégával vagyok én ebben a kettősbe, a Kovács Tomival, akivel azt kell, hogy mondjam, mint hogyha világéletünkben egy tálból cseresznyéztünk volna. Tehát működik közöttünk valami olyan nagyszerű játékosság, ami segít minket mindezt a nehézséget leküzdeni, és mindazt a színészi, érzelmi, technikai dolgot megcsinálni, ezeket a végleteket hitelesen megcsinálni, amik ehhez szükségeltetnek. Te arra nem figyelsz, amikor én azt mondom, azt sugallom. Azt érzékeltetem minden létező módon, hogy mennyire szeretnék végre hazamenni. Hogy mennyire tiltakozik minden egyes porcikám az ellen, hogy itt maradjak egy olyan országban, ahol másodrendű polgárként kezelnek, mint egy gyarmatárút. A köznapi sorsból megérkező és csak egy dologra, biztonságra vágyó Myrtle személyében egy házasság köznapi történéseibe vezet el bennünket kis Diana Magdolna, hitelesen mutatva meg mindazt, ami a talsmi, álságos világba érkezőt taszítja, hogy aztán az igaz mese jó véget érjen. Igazából ugye mivel a díszletünk egy elemelt dolog, tehát nem egy az egyben játszunk konyhában, irodában, a Westminster apátságban, ezért ez volt nekünk a legnehezebb feladat, hogy egy ilyen térben minimális eszközökkel a lehető legőszintébben és a lehető legtisztábban játsszuk el ezeket a karaktereket, illetve hogy meghalljuk egymást, és a kommunikáció úgy jöjjön létre, hogy mindez igaznak és szívhez szólónak hasson. Úgy látom, hogy ez ma például ezen a próbán volt, akit elért, és remélem, hogy a nézőket is el fogja majd érni. Éljenek már! Duda! 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 Éljenek már itthon, vagy a tengeren túl. Szólni szíven, éltem totok! Szívem, legmélyéből szólok valamennyiükhöz, egytől egyig. A király beszéde megdöbbentő és mélységesen emberi bepillantást enged egy zárt világba, amikor is York hercege 6. György angol királyként vonul be a II. Világháború küszöbén a világtörténelembe, miután bátyja 8. Edward beleszeretett az amerikai Mrs. Simpsonba és lemondott a trónról. Azt gondolom, hogy a főpróba hét elejétől éreztem magam felszabadultnak. Az az igazság, hogy ez önmagában a dadogás az egy hatalmas koncentrációt igényel. És nagyon sokszor volt olyan, hogy Berci a rendezőnk felszólt, hogy tudod, itt dadogni kell, itt jobban kell, itt, és ez egy plusz koncentrációt és energiát igényel. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy egy idő után már ez tud automatikus lenni, tehát hogy ne ez legyen a fókuszban, hanem inkább a szándékok. Szóval ez egy nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon szép feladat, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt a szerepet eljátszhatom. Azért mondtál ilyet, mert dadogok. Az a kötelességem, hogy királyné legyek, mindent megteszek, hogy jó királyné legyek. Egy nagy király hitvese. Tudod, mit kell tenned? A darab két főhősének van egy közös vonása, mindkettejük olyan bizalmi alapon működő házasságban él, ami hatással van mindennapjaikra és megerősítéssel bír életük egy-egy nehéz időszakában. A történelmi hátterű előadások, ezek mindig izgalmasak, mert fel kell készülnünk rá, ugye, hogy hűek maradjunk a történelemhez, ami nyilván egy köztudott dolog.
nehezebb ügy az, hogy hogy teszi bele magát, saját magát az ember, de szerintem nagyon jó volt a szereposztás, tehát ez egy szerintem nagyon szép találatok lettek. Nyilván korban egy kicsivel fiatalabbak vagyunk, Tomi is, meg én is, de ez, azt hiszem, hogy ez nem probléma, vagyis nem érzem azt, hogy annyira távol kerültünk volna a történelem igazi szereplőitől. A darabban rádöbbenhetünk, hogy a csupa nagybetűs történelmi események, a II. Világháború, a brit trón öröklése csupán apropók két ember mély barátságának kibontakozásához. A nézők figyelmét semmi sem tudja elvonni, hiszen tökéletesen sikerül megkomponálni az alkotást, láthatjuk a történelmet, a drámát és a humort is, miközben a rendező a szereplők lelkében zajló folyamatokra, elfolytások feltárására helyezi a hangsúlyt. Sorsunkat alázatos szívvel az Úr oltalma alá helyezzük. Ha pedig egytől egyig valamennyien eltökéltek maradunk, és kitartunk közös célunk mellett, bármi nehéz szolgálatot vagy áldozatot követeljen is tőlünk a harc. Isten segítségével miénk lesz a győzelem. Pál Lajosra emlékeztek a Vörösmarty Társaság szervezésében, a kiváló tanár és költő munkásságát Bobori Zoltán és Revák István idézte meg. Torzó mozdulatlanság, fehéren, külső forma, torzó mozdulat, fehéren, belső forma, léptek a lépésekben, a nap árnyék járásával, torzó, a József Attila Gimnázium nagyra becsült tanárára, a Vörösmarty Társaság sokra hivatott költőtagjára, Pál Lajosra emlékeztek egy felolvasó estel a Társaság Kossuth utcai dísztermében. A találkozón a méltósággal teli pillanatok moderátora Bobori Zoltán tolmácsolásában ismerhettük meg Pál Lajos munkásságának kiemelt pillanatait. Pál Lajos, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy nagybetűs tanára volt ennek a városnak, és hát a Vörösmarty Társaság egyik nagyon aktív és nagyon lelkes és nagyra becsült tagja. Hát persze, hogy hiányzik, és az is természetes, hogy emlékezünk és emlékeztetünk rá. Hát ez a dolgunk. Egy ilyen felolvasó est mennyit segít abban, hogy megidézzük az emlékét? Én remélem, hogy sokat jelent, és nem egészen biztos, hogy a Pál Lajos emlékezetét segíti egy ilyen, és azt, hogy ne felejtsük el, mint ahogy a többi felolvasóesnek is ez volt a szerepe. Az a baj, tudod, hogy nem lehet ezeket a felolvasóesteket meghatottság nélkül, meg elérzékeny is nélkül véghez vinni, mert hát olyan sok szállal kötöttünk mi egymáshoz. Engem nem tanított a tanár úr, de hát Józsefesként sokszor találkoztam vele, és nagyon sokat jelentett az ő intellektusa, segítőkészsége az én pályafutásomban, különösen azután, hogy a Vörösmarty Társaság elnöke lettem, felejthetetlen közös rendezvényeink voltak, hát biztos te is emlékszel rá, tanár úr egy rendkívül nagy tudású ember volt, és egy rendkívül szuggesztív, igazi jó ember volt. Bobori Zoltán versekkel idézte meg Pál Lajos Mondriáni Táj című verses kötetének kiadását, amelyet a szerző saját színes rajzai illusztrálnak. A kötet szerkesztője Revák István visszaemlékezésében megerősítette, az alkotó személyisége indítatása kivételes gondolatokban jelent meg. Pál Lajosnak a könyvét azt én szerkesztettem, meg én öntöttem olyan formába, amilyen formában van. Lajos bácsival nagyon sokat dolgoztunk ezen a könyvön, és tulajdonképpen az ő munkásságát úgy kellett összevadászni, összehalászni,
mindig fecniken volt, itt-ott elrejtve, tehát nagyon ébernek kellett lenni, az, hogy az ember hol találja meg azt az értéket, amit megtalál. Na most ez a könyv nagyon kiválóan meg van szerkesztve. Ez a könyv, ez egy füves könyv. Már maga a címlapja is. Tehát tulajdonképpen olyan, mint Havasnak a Babérliget könyve, Márainak a füves könyve, amelyik olyan értékekkel bír, és olyan rövid, kevés, leszűkített, nagyra, nagy látószögű gondolatokat tartalmaz, amit nagyon kevesen. Tehát ő tulajdonképpen röviden megírta, mi az az élet, a modern élet, az európai modern élet. Tehát abban a korban, amikor ő írt, rálátotta az egész modern képzőművészetre, Modrianra, Calderre, Max Birre, Nietzschére, bárkit lehetne idézni, szinte minden érték, anyag megfordul az ő verseibe, és nagyon finoman az ő sajátos struktúrájába, az életébe, abba a tájba, amikor az ürességgel foglalkozik állandóan. Tehát az, hogy a lét kiüresítése, tehát a lét mennyire kevés, mennyire véges, és akkor elmondja, hogy a fák kihátrálnak a tájból. Tehát, hogy plasztikus az ő üressége. Nem olyan, mint egy Malevich, vagy egy Modrián, vagy valami, hanem egy ennek a mi tájunknak az üressége, ami szerintem olyan magas szintű gondolatokat tartalmaz, mint ezeknek a nagy művészeknek. A visszatekintés megerősítette nemzedékének kiválósága olyan kértéket hagyott örökül számunkra, amely a jelenben is útmutatást ad. A világ feketén-fehéren a Vörösmarty Színházban nyílt meg, Analógia címmel, Kis László fotokiállítása. A Vörösmarty Színházban Analógia címmel nyílt meg Kis László Penna Régia díjas fotográfus tárlata. A kiállításnak otthont adó teátrum igazgatója Szikora János köszöntőjében hangsúlyozta, a színház feladata, hogy a művészetek otthona legyen a színpadon túl is. Ez az elv ezúttal is megvalósult, hiszen az alkotó egy olyan egyedi valaha volt világba kalauzolja el fekete-fehér képeivel a fotoművészet barátait, amelyek gondolkodásra késztetnek. Én azt látom, hogy új dimenzióba emelted a múltat. És ez nyilván tudatos volt, hiszen elszoktunk a fekete-fehér analóg képektől, de azt hiszem, hogy itt az ideje. Hát lehet, hogy mások elszoktak, én tulajdonképpen ezt hosszú évek óta használom, és egyfajta ilyen menekülési útvonal nekem ez az analóg fényképezés. Szeretek visszamenni ebbe a filmes érába. Nekem ez egy megnyugvás, és amit már egyszer párszor elmondtam, hogy ez a szemcsézet, amiből összeáll a kép, ez nekem egyfajta gyönyörűséget termel. Úgyhogy én ezt nem ilyen visszalépésnek látom, hanem én folyamatosan ebben vagyok jelen. Nincs kétségem felől, hogy megerősítést jelent, amikor ezekről a képekről beszélnek a látogatók is, hiszen egy kicsit visszatekinteni a múltba, az semmiképpen nem a jövőt, illetve a jelent akadályozza, mondom én. Hát ezek a képek ráadásul nekem is kapcsolódási pontok, egyrészt a múltamhoz, egyrészt a jelenhez. Mindegyik képhez tartozik valamiféle történet. Én hiszek abban, hogy a fénykép az el kell, hogy mondjon valamit. De ha nem is mondan valamit, akkor legalábbis kell neki valamiféle érzelmet generálni. És ez az érzelem az én hitem szerint ezeken a képeken azért intenzíven jelen van. Azért is az a cím, hogy analógia, mert az egyes képekhez találok kapcsolódási pontokat, vagy az életemben, vagy a jelenben, vagy a barátaimhoz, de mindenképpen ezek valamiféle viszonyulások, és én úgy gondolom, hogy ez a fekete-fehér nyelvezet, ez közelebb áll hozzám, és közelebb áll ahhoz a fajta hát melankóliához, amit én így napi szinten megélek. Nyilván nem a 21. századdal kell összehasonlítani, de miként bukkantál rá ezekre a helyszínekre, hiszen ez azért alapos kutatást igényel, bár mondják, hogy napról napra is találkozhatunk vele, a nyitott szemmel járunk. Én ezt a diákjaimnak is mondom, hogy a fényképésznek kutya kötelessége nyitott szemmel járni. Tehát ő nem teheti meg azt, hogy a világban tájékozatlan. Viszont ez a kiállítás, ez a Kossuth utcában kint levő utcaképnek a tulajdonképpen a téliesített változata, és azt az anyagot hoztam be ide,
És ennek a kiállításnak az a lényege, hogy a saját lakókörnyezetemben keresem a kunstot. Edward Weston mondta azt, hogy ki kell csak lépni az ajtón, és ott van a téma, ehhez én is tudok csatlakozni. Én a napi sétálgatásaim, vagy hát ilyen terepen való mozgásaim közben keresem ezeket a helyeket, az viszont nagyon fontos, hogy vannak olyan helyszínek, amikre mondjuk 5 évet várok, vagy 6 évet várok, vagy akármennyit várok. Tehát itt vannak olyan jelenetek, olyan képi vagy fénybeli helyzetek, amik nincsenek minden nap, amiket keresni kell. Hiába van meg a helyszín, az a helyszín nem adja minden alkalommal magát. És azt a fajta hát jó érzést, vagy amit szoktak mondani, ez a decisive moment, az az ihletett pillanat, az nem jön át minden alkalommal. Ezt keresni kell, és türelmesen várni kell rá. Úgyhogy ezek a helyszínek, ezek itt vannak a mi utcánkban. Ez Székesfehérvár, Aszalvölgy, és gyakorlatilag a mi talán ilyen 10 kilométeres körzetünk. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez a befejezetlen múlt? Hát én ilyen nagy szavakat nem tudok használni, de akár fogalmazhatunk így. Befejezetlen múlt. Én benne élek a múltban azért intenzíven. A legelső kép, aminek az a cím, hogy Magyar Nyár, ez egy kicsit a boomerségemet is jelzi, és hát nyilván nem sokan emlékeznek, vagy hát emlékeznek, vagy nem is tudom, nem sokan fütyölik még a Vigmisinek a Tangó című számát, hogy is van, pekingi ősz, orosz tél, magyar nyár, prágai tavasz. Na most nekem ez a magyar nyár, ez ott csengett a fülemben, amikor kerestem ezt a virágos mezőt. És ez a fekete pipacs, ez ezt a fajta magyar nyarat jelenti. Hát ha ez a jövő, akkor legyen. Ha a múlt, akkor a múlt. Ha pedig a jelen, akkor a jelen. Ha az analógiát, mint művészeti indítatást nézzük, rá kell, hogy döbbenjünk Kis László fotói láttán, hogy bizony a viszonyok az egyszer volt, a ma és a jövő jelenségei, a fogalmak hasonlósága, vagy éppenséggel egyezése elmúlt, mintha nem is lett volna. S maradnak a gondolkodásra késztető képek. Egy biztos, Kis László új dimenzióba emelte múltunk megidézését, a fekete-fehér analógia képi világa pedig bizonyosan hiteles eszköz a felgyorsult világban is, egyfajta mélységesen emberi visszatekintésre. Még egy fotókiállítás. A Kossuth utcában nyílt meg az Áron Nagy Lajos baráti kör szervezésében Elter Tamás kiállítása Távol Afrikától címmel. A Vörös Marti Társaság zsúfolásig megtelt Kossuth utcai díszterme adott otthont az Áron Nagy Lajos baráti kör által szervezett fotókiállításnak. Elter Tamás a kiváló író, óceánkutató és fotós tárlatát Lerner Zsolt alpolgármester és Lakner József a vendéglátó baráti kör elnöke ajánlotta a fotóművészet barátainak figyelmébe. Nagyon érdekesek ezek a képek. Ugyan a társaságunk általában festményekből szokott kiállítást rendezni, de tulajdonképpen a fotózás, fotóművészet az rokon műfaj, hiszen ugye mindkettőt emberek csinálják, csak éppen az eszköz más, egyik esetben az ecset, másik esetben a fény. Alkotó emberként, az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör vezetőjeként miként látod, hogy ezek a képek, az imént ugye arról beszéltünk, hogy illeszkednek a társaság gondolataihoz, de mégis mitől különlegesek? Hát attól különlegesek, ezen igen elgondolkodtam, főleg a kiállítás címén. Ugye a cím az, hogy távol Afrikától. Hát ha földrajz értelemben nézzük, akkor tényleg távol vagyunk, hiszen a képek Afrikában, annak is a déli részén Dél-Afrikában készültek, az szerint becsésztem szerint is mondjuk 6-8 ezer kilométer. De az alkotónak a szívéhez mégis olyan nagyon közel lehetnek, az látszik a képekből, és ez a közelséget azért mi is érezzük. Elter Tamás gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy az afrikai kontinens értő és hiteles barátja lett felnőttként, számára a felfedezés több, mint alkalmas téma fotók készítésére, kapcsolata az ott élőkkel, a természettel, maga a világ. Ez még egy nagyon régi gyerekkori álom. Talán 10 éves lehettem, amikor először kezdtem komolyan ábrándozni, álmodni Afrikáról. Hát ugye Faltan, Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond Afrika út leírásait, és hát már akkor gondolatban nagyon sokszor elkalandoztam én is a távoli fekete kontinensre. Hát akkoriban, ugye ez igen rég volt már, ez tényleg csak álomnak tűnt, hiszen akkoriban még a szomszédországokba is nagyon nehéz volt elutazni, nem ilyen messzi, egzotikus vidékre, és
Érdekes, hogyha az ember nagyon ragaszkodik a gyerekkori álmaihoz, akkor abból jó eséllyel valóság lesz, így volt az én esetemben is. Felnőtt fejjel jártam először az afrikai kontinensen, és pont olyan volt, ami ennek a gyerekkori álmaimban elképzeltem. És hát azóta szerencsés volt hozzám a gondviselés, mert eddig 19-szer jártam Afrikában. Megerősítést jelent ennek, hogy az ott született alkotások, mert nyugodtan nevezhetjük ezeket a fotókat alkotásoknak is, szerte az országban népszerűek? Számomra rendkívül nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt Székesfehérváron is megmutathatom ezeket a képeket. Én soha nem tekintettem, és most se tekintem magam profi fotósnak, csak egy lelkes műkedvelő vagyok. De nagy öröm számomra, hogy e képeknek a segítségével el tudom hozni, vagy meg tudom osztani azokat a csodálatos impressziókat, élményeket, amelyek ott éltek másokkal is, olyanokkal, akikkel még nem jártak, vagy esetleg nem adta meg nekik a sors azt a lehetőséget, hogy eljussanak. A kiállítás megerősítette, a kivételes intuitív fotók nagyon sokat segítenek, hogy megismerjünk egy számunkra ismeretlen közösséget, és rácsodálkozzunk a nagyon is valóságos állati történésekre itthon, távol Afrikától is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.